Sok szeretettel köszöntöm a sajtó megjelent munkatársait mai sajtótájékoztatónkon, melynek témája az az óriás plakát kampány, amit Novák előtt indított, hiszen arra buzdítja a magyar társadalmat, hogy merjenek gyermeket vállalni, hiszen a legcsodálatosabb dolog a világon anyának, illetve apának lenni. Azt gondolom én is, hogy valóban egy szemléletformáláson kell, hogy átessen a magyar társadalom, hiszen láthattuk, hogy a tavalyi évben volt a legtragikusabb éve a magyar nemzetnek, hiszen a legkevesebb gyerek született az elmúlt 100 évben, és azt gondolom, hogy itt érdemes megemlíteni azt is, hogy 1956 óta, amikor az abortuszt legalizálták Magyarországon, 6 millióval kevesebb magzat, 6 millióval kevesebb gyermek született meg, ami én azt gondolom, hogy felér egy második Trianonnal, ugyanakkor a pusztító hatása van, és mi azt szeretnénk, hogyha a jövőben egy erős nemzetet tudnánk építeni. Erős nemzetet csak akkor tudunk építeni, hogyha erős családokat tudunk létrehozni. Éppen ezért a fiatalokat arra buzdítjuk, hogy merjenek gyermeket vállalni, és ilyenkor a legtöbb ember azt szokta felhozni ellen példának vagy érvnek, hogy azért nem mer gyereket vállalni, mert rossz irányba mennek ezen a világon a dolgok, azért nem mernek gyermeket vállalni, mert egész egyszerűen az anyagi lehetőségeik nem engedik meg. Én egy személyes példával élnék önöknek, hiszen mi magunk is így voltunk ezzel a gyermekvállalási témával. Egész egyszerűen pattogott nálunk is folyamatosan a labda, míg a 20-as éveink közepéig értünk el a feleségemmel, és akkor elhatároztuk, hogy most már belevágunk a gyermekvállalásba, hiszen egész egyszerűen, hogyha az egzisztenciális javak és a karrier megszerzése és kiépítése a cél, akkor sajnos ez annyira kitolja a gyermekvállalás idejét, még azoknál a pároknál is, akik egyébként szeretnének gyermeket, hogy aztán kérdéses, hogy egyáltalán fog-e náluk születni, hiszen akkor már akár a karrier, akár az elkényelmesedés, akár egészségügyi problémák is közbe jöhetnek. Éppen ezért mi elhatároztuk, hogy amíg a gyermekek nőnek, az egzisztenciát, illetve a karriert addig is ki lehet építeni. Én erre buzdítanék mindenkit, és az az oka annak, hogy ezen a sajtótájékoztatón nem egyedül vagyok, hogy ne csak én beszéljek, hanem ebbe a párkapcsolatba a másik fél is. Bemutatnám mindenkinek a feleségemet, Dócsné Sávai Henriettet, Cserháthalá polgármesterét, és megkérném, hogy mondja elő is gondolatait azzal kapcsolatban, hogy miért jó anyának lenni. Én annyit tudnék még zárásként ehhez hozzáfűzni, hogy apának lenni a legcsodálatosabb dolog, amikor este fáradtan, meggyötörten a mindennapi problémáktól hazaér az ember, akkor annál szerintem jobb érzés nincsen, amikor a gyermekeire néz és bennük látja a jövőt épülni és fejlődni. Mi tudatosan 4 gyermeket vállaltunk, mi ezzel szerettük a magyar nemzetet gazdagítani, és erre tudok buzdítani mindenkit, most pedig átadnám akkor a szót. Köszönöm szépen. Igen, ez az anyaság kérdése egy nagyon fontos téma, én is úgy gondolom. 4 gyermekes család anyaként fontosnak tartom, hogy igenis a nő, mivel egyedül nekünk adatik meg ez a csodálatos élmény, éljen ezzel a lehetőségével. Valóban egy meghatározó és tényleg egy nagyon nehéz feladat ez, de mindent megér látni a kis gyerkőcben önmagunkat, a belefektetett munka, az ő sikere, az a mi büszkeségünkkel. Én mindenkit arra buzdítok, hogy ne zárkózzon el a téma elől, és igenis vállaljon gyermeket, mert ennél csodálatosabb és felemelőbb érzés nincs. Kis település vezetőjeként én is azt látom, hogy a mai fiatalok jó része sajnos óckodik ettől a témától, de ez semmihez nem hasonlítható, ez az érzés, saját magunk megismerése, és az, hogy a világnak, a nemzetnek adhatunk egy új generációt, ennél nagyobb csodálatos élményben nem lehet része egy anyának.